Szerencsére nem az autóra esett, csak az útra dőlt ez a méretes fa, amely megállításra kényszerítette a gépjármű sofőrjét. Tomboló erővel csapott le vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a vihar. A több mint 100 km/órás sebességű szél fákat csavart ki és ágakat csapott az épületekhez. Kidőlt fák, beomlott, összedőlt épületek és leszakadt vezetékek kísérték a vihart szerte a megyében. Vásárosnaményban is óriási károkat okozott. Elrendezte a szabas strandokhoz kapcsolódó és köthető üdülőterületet. A katasztrófavédelem folyamatosan végzi a munkát a környéken, Gulácsról ide érkeznek, majd az EON a áramtanítást elvégezte, és a közmunkás brigádjaink pedig, ahol lehet már, vágják is vissza a fákat, vágják, aprítják a fát, hogy minél hamarabb járhatóvá tegyük az utakat. Személyisérülés információink szerint nincs, és úgy hiszem ez a legfontosabb, a károkat pedig minél hamarabb igyekszünk elhárítani. Vasárnap több mint 500 bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság főügyeletéhez. A lakosság főként az úttestre, autókra és épületekre dőlt fák, illetve beszakadt, összedőlt épületek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Nyíregyházán a Honvéd, a Szent István és a Bújtus utcában motoros láncfűrésszel és létrás járművön kézierővel is viharkárok enyhítésén dolgoztak. Három esetben azonban lakosságvédelmi intézkedésre is sor került. Mária Pócson, Piricsén és Ökörító Fülpösön egy-egy lakóháznak a tűzfala omlott be, vagy éppen dőlt meg, és így az adott ingatlan teljesen lakhatatlanná vált. Az ott élőket, az érintetteket természetesen elhelyezték ideiglenesen, és a tűzoltók a MÁV-val, az áramszolgáltatóval és több települési gazdasági társasággal folyamatosan együttműködik, hogy a lehetőség szerinti leggyorsabban és leghatékonyabban legyenek megszüntetve a károk, legyenek felszámolva a károk. A hivatásos tűzoltókon túl több megyei közigazgatási egység, önkéntes tűzoltók és mentők is folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, hogy a lehető leghamarabb minden településen helyreálljon az áramszolgáltatás és a biztonságos közlekedés.